Advent negyedik vasárnapján a város kórusai közül az Eszterházy Ének Együttes örvendeztette meg dalaival a közönségét. A zene az érzelmekre, a lélekre hat, sőt, vannak kimondottan a karácsony, a várakozás érzését erősítő művek. Ezek kerültek az együttes repertoárjába. A keresztény hit tanítása szerint, keresztény vallások tanítása szerint az Isten az egyszülött fiát küldte el ide a földre, hogy az embereket megváltsa. Ez, én azt gondolom, csak azt tudjuk hozzátenni, hogy nem csak neki volt küldetése, hanem minden embernek van valamilyen küldetése a világban, és mindenkinek fel kell ismernie azokat a pillanatokat, azokat a helyeket, amikor rá igazán szükség van, és ahol ő ezt a küldetését beteljesítheti. És azt gondolom, hogy nekünk ez a fajta küldetés jutott, mi ezzel szeretnénk megszolgálni az itt létünket a Földön, hogy szép hangversennyel, szép művek eléneklésével próbáljuk az embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy megfelelő hangulatba kerülhessenek a karácsonyhoz, az ünnepvárásához. Mindig vannak hagyományosabb dalok, igyekszünk ezeket variálni. A repertoárunk most már tényleg olyan széles ebből a körből, hiszen közel 20 éve tartunk rendszeresen adventi hangversenyeket, úgyhogy elég sok szép, értékes mű gyűlt össze ez alatt az idő alatt, és igyekszünk mindig úgy variálni, hogy egyik évben az egyik része maradt ki, másik évben a másik, és mindig tanulunk újakat is. Tehát ennek megfelelően azért két egyforma műsort még ez alatt a 18 év alatt nem adtunk. Mindig vannak régi és vannak új dalok is, így most is. Az egyik ilyen új darab a Fény születése című kórusmű, és egy spirituálé, amelyet még nem hallhatott a közönség.